hát egészen más világ volt. Tatár Sarolta, aki történész, és itt ezen a vidéken összegyűjtötte a legendát, megkértem, hogy Tatár domb legendáját bevezetésképpen röviden mondja el nekünk. Köszönöm szépen, itt ugyan mindenki sokkal jobban tudja mondani, mint én magam, de utána néztem egy kicsit a történeti háttérnek, és az önök népmondájának, eredet hagyományának van valós történelmi alapja. Valóban betörtek ide a tatárok 1658-ban, és ezt leírja Ferenczi György, Gyergyószent Miklósi lelkész is egy krónikában, amit a Csíksomlyói Ferences rendházban őriznek. Ez szerint, a mondat szerint a II. Rákóczi Györgyöt, György törökellenes hadjárata során az oláhok és a tatárok közösen törtek be segélycsapatokként, és mivel Székelyföld férfi lakossága a háborúba ment, az asszonyok kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, ahogy azt a maguk mondája is tanúsítja. Ferenczi lejegyezte két hős asszonynak a nevét, az egyiket Apor Andrásnénak, született Szárhegyi Lázár Borbálának hívták, a másikat pedig Cselei Györgynének, született Baróti Katának hívták. Tehát a mondának van egy valós történelmi alapja, ezen túl a helybéli asszonyokat és megmaradt férfiakat egy Deák Gábriel nevű helyi tanár szervezte meg csatarendbe, úgyhogy meg tudták verni a tatárokat. Na most a népmonda nem emlékszik már a történelmi alakok nevére, de emlékszik a nép nagyon hősies ellenállására és a hadicselre, amit alkalmaztak arra, hogy a tatárokat becsalogassák a mocsárba. Ez szerint az asszonyok és a fiúk felvonultak ide a környéki dombokra, mint azt önök már elmesélték nekem, rudakat meg saját magukat férfi ruhába öltöztették fel azért, hogy egy nagy seregbenyomását keltsék, és a tatárok ezt látván belerohantak ezekbe a mezőkbe, amit akkor mocsár borított. És a mezőket az asszonyok előre befették csuprokkal, amelyekbe beletört a tatárok lába, és így megbotlottak, ledobták a lovasaikat, és az asszonyok és a fiúk könnyűszerrel megölhettek több ezer tatárt, akiket a tatár domba temettek aztán el. Az elhullott ellenséget valóban oda temették. És a népmonda szerint kiemelkedtek a helyi asszonyok, Puskás Klára vagy Puskás Teréz terhes asszony szerepel a népmondában, aki a népet vezette, majd a csata után ikreket szült a hőstet befejezése után. A népmonda ismeri egy Barabás Klára nevű asszonynak a nevét is, aki a helyi molnár felesége volt, és aki jó előre nagyon paprikás levest készített, amivel becsalta a tatárokat a malomba, és ott a szemükbe öntötte a paprikás levest, úgyhogy megvakultak, és a könnyűszerrel végeszedett hat tatárral. A legutolsó tatárt nem tudta megölni, azt becsalta a gáthoz, és ott végzett vele. Ezen túl szerepel még a népmondában egy Bákainénak nevezett fekete asszony, egy teátos asszony is, aki állítólag előre megjósolta volna, hogy egy nagy veszedelem közeledik, de hogy ő akkor már nem fog élni, viszont a halálból visszatér majd megjósolni, hogy hogyan végződik a csata. És egyszer, amikor a nép a Szármányhegyi kápolnánál imádkozott, akkor látták, hogy egy fekete kísértett ló lép át a délhegyről a Szármányhegyre, a hátán Bákainé ült. A ló patanyoma nyomot hagyott egy fehér márványkövön, ami ott a hegyen volt, és Bákainé megjósolt a győzelmet, valamint a hadicselt, amit a népnek majd alkalmaznia kell, és így legyőzhették a tatárokat. Tehát a mondának több változata is van, és valós történelmi eseményekre épül, és azt bizonyítja, hogy a népnek milyen hosszú az emlékezete, és hogy milyen hősies összefogásra és ellenállásra képes. Ezen túl arról is tanúsít a monda, hogy a túlélő ellenséget képesek voltak befogadni, mivel azt is elbeszélik, hogy néhány túlélő tatár a Maros felé menekült, de nem bírtak átkelni a folyón, ezért Gyergyó remetén telepettek le, és a leszármazottaik a mai napig ott élnek.
Köszönöm a figyelmüket!